rendkívül szimpatikus, fiatalos házaspár. Házaspár, akik minimum 15 évet letagadhatnak az életfőkből, mert ilyen nincs is, hogy nem is mondjuk, hogy hány évesek, mert nem akarjuk. De ahhoz képest, hogy ilyen fiatalos és vagány emberek ezzel a motorral járnak, hát ilyen nincs. Igen. Létezik ez? Létezik. Hogy ne létezik? Először is. Milyen motort látunk itt? Ez egy boom trike. Egy boom trike. Jézusom. Boom. Öreg vagyok én már ehhez. Vagyis én vagyok öreg, de ti nem vagytok. Igen. Hát minden. Ez egy német gyári. Jézus Mária. Hány köpcent is mondjuk? 1600 köpcent, 100 lóerős. Hát egy autó vigyázmenetre erre. Igen, ebbe autómotor. Fantasztikus. Vízhűtése, sor? Vízhűtése, soros, igen. Fantasztikus. És mondjuk, hogy repesztettek vele az országúton, és mindenki elájul, vagy hogy van? Hát mindenki mindenki elájul, mindenki fényképez, mindenki rá szeretne ülni. Hogy a fenében ez egy... Bocsi, de ez nektek milyen érzés? Nekünk? Jó. Hát nagyon jó. Olyan, mint a 20 évek lennétek? Hát igen. Körülbelül. Ezt lehet érezni is? Igen. Lehet. Na, ne. Hogy van olyan? Lehet, lehet. Hoppá, hát gratulálok. Komolyan. Nem semmi. És hát láthatóan mindenhol megvámoljuk ezt a motort. Mondjuk, hogy lehet ezt megkérdezni, mennyire kell egy ilyen motor? Hát nagyon. Hát ez változó, de egy gyári extra nélkül olyan 22-23 ezer euró. Jesszus Mária! Hát azért az valóban egy komoly autóár is. Igen, igen, igen. Na akkor nézzük meg, hogy is néz ez ki? Hát mondjuk, hogyha felültök rá, hogy néz? És egyszerre két ember rá tud ülni? Igen. Mert hogy nem látom, hogy hova is. Ide ül. Igen? Ja, két ülés. Jesszus Mária! Hát egy ide ül föl. Ez valami olyasmi, mint a szelíd motorosok voltak Amerikában? Igen. Ez a kényelmes. Aha. Hely. Jézus. Nagyon dögös. Vezető pedig le. És mondjuk, hogy a asszonyka hova ül? Asszonyka ide. Ott van a helye? Ott a helye, igen. Az a fotel. Nagyon jó. És kipróbáltad-e már a végsebességet? Hát azt nem, a 160. Értem. Ez a hivatalos? Igen. Az elég is, ugye? Van 100-dal megyünk, nem megyünk többen. Aha. 100-120, aztán elég. Mondjuk, hogy az kérdése, hogy mennyit fogyasztunk 100 kilométeren? 6-7 liter. Csak? Igen. Benzin. Érthető. Hát, mit tudom én, hát igen kevés fiatalodat tudok elképzelni Lajos Mizsén, aki nem szívesen ülne bele. Hát igen. Biztos. Elképesztően jól néz ki valóban. És merre szoktatok járni vele? Hát motoros találkozókra, különböző rendezvényekre. Földrajzilag? Európában? Még hát nem voltunk, nem olyan rég van meg. Nem? Magyarországon elsősorban? Nem, igen. Aha. Hát gratulálok. Hát sajnos a birtokunk olyan, hogy nem tudjuk itt hagyni több napra. Hol laktok? Lajos Mizsén lakunk, igen, aha. De külterületen, és sok növény van, úgyhogy ja. Aha. Nem lehet itt hagyni két napnál. Nem lehet két itt hagyni, napnál. Akkor hogy motoroztok? Hát két napnál tovább. Úgyhogy nagyon messzire nem tudunk. Értem. Gyönyörű különben. És megkívánom még kérdezni, hogy az, hogy ilyen szép, fiatalos, hogy is mondjam, fiatal, hát persze pontosítok, formát tartatok, ez a motor hozzájárul? Hát hozzám, hát mert hozzá. Az öröm az... Az, az öröm. De bocsi, akkor, ha ilyen motorja van az embernek, akkor már nem is kell asszony. Hát dehogy nem. Hogy ne kéne? Jó, hogy ne kéne? Hát csak kérdezed. Jó. Oké. Okay. Nem megyünk mi egymás nélkül sehova. Értem. Tehát összefügg ez a három. Motor, asszony, fiatalember, egy Lajos Mizsei tanyára. Ide jönnek ugye ezek a szimpatikus fiatal emberek ezzel a motorral. Hát elnézést, hogy sikerült ez? Hogy kerültetek ide? Hát úgy kerültünk ide, 27 évet laktunk fönn Budapesten. Igen. Ott építettünk saját kezüleg egy családi házat. Saját kezüleg? Saját igen, kezüleg, hárman. Apósom, feleségem, meg én. És hát ugye a 27 év után eléggé
betelepedtek szomszédok, ez az, és mi szeretjük a csöndet, természetet, így kijebb költöztünk Érdre. És ott éltünk Érden szintén 5 évet, és utána vettünk egy tanyát itt len, mert Érden ugyanaz állt fönn, hogy körénk építkeztek. Nem volt nyugalom. Nem volt olyan nyugalmas. És akkor... És hogyan itt néztétek ki pont Lajos Mizsét? Erre jártunk. A lányom... Nem véletlenül kerestünk. A lányom az lovazik. Aha. És tehát itt volt olyan birtok, amit kinéztünk, és hát itt lehet lovazni. Tehát megvettük, és 8 év után építettünk ide. És hát most a 9. éve, hogy itt vagyunk. És ez a motor iránti szerelem, ez mindig is megvolt? Ez nálunk fiatalkorban kezdődött. A feleségemmel, mint fiatal házasok, bejártuk az Adriai tengert motorral, még a Pannoniával. Gondolom, hogy közfigyelmet felkeltetek akkor is. Hát igen, hát mert akkor még az is ritka volt. És Csehszlovákiát, Lengyelországot, ugye hát az időben még ezekben az országokban lehetett elmenni, igen. És hát ezeket bemotoroztuk. Hát aztán nem zellem egy másikkal. Hát egy másikkal. Egy Danubia. Danubia volt, és utána egy Pannoniával. Aztán ez megmaradt bennünk. Aha. És hát most pár éve jutottunk oda, hogy ezt a járgányt meg tudtuk venni, és most ezzel. Hát gyönyörű, meg lehet érteni ezt a szerelmet, abszolút. Nyilván minden mai fiatal csak körmét rágja. Igen. Ilyet lát. Igen. Kevés van belőle itt nálunk, úgyhogy megnézik. Világos. Egyébként hadd kérdezzem meg, hogy mi volt a nyugdíj előtt a foglalkozásod? Nyugdíj előtt üvegtechnikusok voltunk, igen. És hol? Budapesten. És mit csináltatok konkrétan? Laboratóriumi felszereléseket, orvosi műszereket. Aha, speciális dolog. Igen. Aha. Ilyesmit. Tehát nyilván azért azt megfizették. Hát jó fizetett szakma volt. Persze, jó fizetett szakma volt, úgyhogy... Jó, hát két család van. Mindig spóroltunk. Kettő család van? Aha, igen. Hol vannak? A fiam Diósdon, az 48-49 éves. Hoppá, hát lányom, akkor nem is annyira gyerek. Hát nem, már nem. Bizony. A lányom az meg Zalaegerszeg mellett, a 43 éves. Hoppá. Úgyhogy hogy már felnőttek. 3 unokánk nem van. Szorulnak támogatás. Hát, nem nagyon. Hát, volt az... idő, amikor támogattuk kellett őket, hát ez természetes. Ugye, még egyszer csak azt tudom mondani, hogy gratulálok, és további jó egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Egészséggel használjátok ezt a gyönyörű motort. Köszönöm szépen.